Hogy eljött érte a végzet? Na hát, sziasztok, én Viccelek vagyok, és ez pedig itt egy újabb kis TF2 videó lenne, méghozzá egy Hightower-os videó, ahol valószínűleg végig, legalábbis hát jó, végig nem biztos, de ezért elég sokat szeretnék majd gerillázgatni. Ezt szerintem nem fogok tudni megölni, de legalább meg tudunk menekülni. Úgyhogy igen, szeretnék gerillázgatni, nagyon-nagyon régen gerilláztam, tudom jól, de akkor már csak legalább mókával is egy picikét megnézem, mit tudok mondjuk annyi idő után is. Mondjuk, hát, ajaj, ó, hát ez szépen megletalázza, megölte itt magát. Kicsit még hozzá kéne szokni ez a kis bázisunkhoz azért. Eléggé érdekesen megy még itt a dolog. Viszont, ops, ezt elrontottam már megint. És ráástam a fejére, úgyhogy a bázisugró elvesztette a hatását. Hát nem is ki, de bázisugró, így is megölöm. Ez szép volt. Szóval, ó, és itt egy spy mögöttünk, aki úgy látszik, hogy meg akar minket ölni, de hát ő kb. Nem biztos, hogy nagyon-nagyon tud backstabelni. Vagy legalábbis ügyesen ki tudtuk védeni, az is minden esetre bár biztos. Itt van közben egy újabb ellenfél. Ez nem jött úgy össze, hogy én terveztem. Minden esetre egyébként az a lényeg, srácok, hogy elképzelhetem, most felveszek több videót is, és akkor szépen majd baldagolom nektek, és mindig majd fog majd jutni. Ajaj, ezzel nem volt crit, még azt hittem. Szóval lehet, hogy ez lesz egyébként tényleg a vége, szinte jó kis taktika és jó kis megoldás is lenne a fenébe. Ezt nem kellett volna. De viszont az, amelyiként túl sokat hibázunk, mármint úgy tényleg nagyon-nagyon sokat hibázok. Szóval mondjuk itt van valaki, követjük, 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 és elhibázom, mert nem látom, hogy hol van. Mivel ez most valami szinte kivétel, mert ezért ez eléggé laggolt ez a srác, úgyhogy ez így mentségemre szóljon esetleg, vagy nem is tudom. Ezt a spájtit most szinte nem akarjuk, hogy megölje minket, úgyhogy ott hogy hagyjuk. Ó, viszont itt lesz egy kis... Ó, valaki átállt engem hátulról. Ja, hogy ez itt végig követett engem revolverrel, hát jó. Gyere csak, gyere csak. Ó, értem. Fú, az egy szép kis boost volt. Egyébként igen, továbbra is tudom pontosan a kacsa mit csinál. Azt hiszem, hogyha mindig az lehet venni egy ilyen killstreaket, ami a kacsákat számolja. Hányat öltél meg eddig, úgyhogy mindig az akkor ez, de ebben sem vagyok amúgy teljesen biztos. Ez a srác, ez a Chroma Troop, vagy nem tudom mi a neve, ez kb. Kétszer már, vagy háromszor is saját magát ölt meg azáltal, hogy engem akart volna megölni. Itt ez eléggé vicces azért, amit itt alkot. Mindig belémül és magát robbantja fel. Nézzük, van itt valaki, ó, bizony, ó, elég sokan mondjuk. Hát akkor ez is a legkézenfekvőbb célpontok, amiket persze elbontok. De úgy néz ki, hogy visszajött. De basszus, már hova megy? Nézzük, ó, ez viszont most meghalt. Ó, itt azért még jönnek? Na ezt nézzük, hogy ebben most mi lesz vajon. Ez az meg volt. Nagyon-nagyon jó. Elég mókás. Hát még azt is elbírnám kapni. Á, nem, beakadt a fejem. Még ez várható volt, csak próbáltam kioldani az ejtelnyőt, de nem igazán úgy jött, hogy én akartam. És közben egy kis rossz gombot is megnyomtam. Oké, innen elhúzunk. Ó, de közel volt pedig. Ó, ezek itt közben elmentek. Akkor viszont ide most fel kéne szerintem ugrani. Ott vannak fent valahol. Ó, de elrontottam ezt az ugrást mondjuk. Ó, ez még rosszabb volt kb. Ajaj, nem jó. Oké, most egy ejtőernyő, és egy, hát ez csak egy kill. Nem is tudta, hogy itt vagyok mögötte. Mondjuk addig jó. Két kill, és nézzük még egy összejön-e. Ne, az viszont azt hittem, hogy ellenfél. Hát nem, de azért ez a két kill. Ez tényleg amúgy ellenfél, bár ez lehet nem ugyanaz a spy. De mindenesetre azért ez a két kill szerintem úgy jó volt. Következő soldier, illetve pár spy. Akit el is kaptunk, mint látható volt, ugye nem halálik egy egője volt, ugyanis láthatatlanul vált. Uhuhu! Az elég hamar itt most így ráéreztem én nagyjából, ha mondhatni. Ennyi idő után. Oppá, és itt is volt a spy. De aztán abban nem lett konkrétabb, komolyabb probléma. Áj, a fenébe, de szép lett volna. Na ez viszont tényleg szép volt azért. Úgyhogy, ja, azért néha még beadja. Elég jól. Most szeretnék kicsit feltölteni, és akkor oda megcélozni megint a legfelső részt. Pont van is ott valaki. És pont mire leesik, ott is leszek. És el is kapom, gyönyörű, szép volt, nagyon-nagyon szép. Na nézzük, itt van még valaki. Nem lesz jól, le fogok érni hamarabb a földre, mint kellene. Vagy éppen átugrok fölött, mert gyönyörű szépen kivédte a támadást. Valószínűleg nem tudta, hogy akárki is követni, de... Ó, ez így jó. Szóval valószínűleg nem tudta, hogy követem, de attól függetlenül elég ügyesen sikerült kidodzsolnia. Mert nekem csak a HP-t, hogyha gyorsabb vagyok, akkor ennyi a HP, nagyon-nagyon jó. Húha, viszont nagyon-nagyon kifogytam, és ilyenkor a legsebezhetőbb vagyok. Viszont itt van egy soldier, mondjuk ez meghalt, az túl sebezhető volt. Esetleg ezt a HP-t itt még, ó, pont jól jött, akkor ezt még le is vártam végül is. Ó, ezt elrontottam,
De ezt most meg kell tudjam no-crit-el is, még hogyha ez egy elég noob dolog akkor is. Inkább mint hogy én halljak meg. Ne, hol vagy? A fenébe. Itt egy sniper, akit nem igazán kedvelek. Legalábbis, hogyha AWP-vel lő, akkor nem. És hát, hogy engem lő AWP-vel, inkább így mondom egészen pontosan. Ajaj, jó van. Ne, nincsen jól. Ött a spy, és nem tudtam már elugrani. Pedig még pont még lett volna egy lőszerem. Egy rakétám egész pontosan, de az már késő volt, mire ellőhettem volna, addigra meghaltam. Így, töltünk egyet, megnézzük, hogy ott jön egy spy pont. És itt egy soldier is, akit szépen elkapunk majd. A fenébe, ez nem lett meg kritnek. Viszont most így el kell, hogy kapjuk. Ó, ez is amúgy szerintem spy gyanús volt, de most nem tudom pontosan. Jó, és itt jön viszont, ez itt tényleg spy. Így, bár ez ők lehet, hogy egyébként halálik egy jövőzött, ebben most nem igazán vagyok biztos. Ajaj, baj van. Baj van. De olyan közel voltam már pedig. Nem baj. Azért ahhoz képest még egész jó, szerintem még azért mondhatni. De szépen bejövünk. Itt jön nekik az ellenfelek, és pont nem jól érkeztem. Azt még pont elmegy. De, most földhöz értem. Ilyenkor ugye már nem számít kritnek, úgyhogy ilyenkor a gerilla már értelmét is veszti. Viszont volt valaki alattam, nem? Most így komolyan, nem. Szerintem nem. Köszi a HP-t végül is. Segített egy kicsikét arrébb repülni. Ó, és pont nincs a HP, és pont lehet jönni fognak, és igen, tudtam, hogy észrevett minket. Jó, hát mondjuk ezt így azért nem kéne, szóval sarokba szorítottam magamat konkrétan fegyver nélkül. Úgyhogy ámbra fúl magamnak. Nincsen senki se középen, viszont az úgy érdekes. De most már van. Ó, a fenébe, hogy átrepültem rajta. Az viszont nagyon-nagyon szép. Az viszont tényleg nagyon-nagyon szép. És itt egy spy. Nem mész sehova. Hoppá. És az rá fogja robbantani azt. Nem robbantotta rá a sztikijét, úristen. Ezt most tudjuk, hogy ide jön. Egyébként láthatatlan akkor is. De mondjuk nem ért el ideig. De csátásom, engem most nem igazán izgat itt a dolog. Szemből nem egy nagy cuccit megölni egymást. Inkább jövök úgy szemből, hogy közben gerillázok. Á, fenébe! Nem sikerült megint csak elérni. És itt egy spy. Közben úgy látszik, hogy ő észre is vett minket, úgyhogy én szerintem én lépek. Nézzük, most viszont van HP nagyon-nagyon jó, és már lépünk is ide-vissza. Még ezt a két HP-t feltöltjük, és nem megyünk is tovább. Igen, itt eddig senki. Ott viszonos jönnek. És ott a nagy gerilla. De úgy látszik, túlélte. Végülis ugye 195 damage, az semmivel neki, 200 HP-ja van. Na, az viszont úgy jó volt, bár sajnos az nem lett meg kritnek. Mert ez nem tudom egyébként miért nem volt krit, de nem baj. De ez viszont jó volt. És közel alázom is. Szegény. Nem baj, ezek itt béké hagynak engem, úgy néz ki. Úgyhogy feltöltünk és megyünk is tovább. Még egy spy. Jól van, semmi baj. Sikerült végül is megoldani itt a dolgot. Szerintem most megint az lesz, hogy felmegyek középre és innen szépen vadászok, úgyhogy itt is van akkor az első célpontunk. Egy demo, amit nagyon-nagyon elrontottam. Az viszont nagyon-nagyon kompenzált a dolgot, mert gyönyörű szép volt. Nézzük, nem. Mekkora teamwork, azért az nagyon szép volt, amit ők itt összehoztak, az grát. Nézzük, ott jön ki. És hát ez úgy látszik, hogy megmentette magát ezzel az ugrással. Vagy csak a végezetét... hosszabbítja, vagy hogy is mondjam. Ajaj. Nem jó, egyébként itt közben tudom, hogy itt van egy soldier, csak... az ott elment, akkor végül is semmi. Na, és akkor tényleg az, amit az előbb is elterveztem, feljövünk ide. Pont itt volt egy kék emberke? Bizony. Úgyhogy ezt most így oldjuk meg. Szépen lejövünk, visszajövünk. És nem sikerült felugrani. Az a grat. Azért ez veszélyes volt az a kis mutatvány. Ne. Nem adta be a kritet sajnos. Nem baj. És már megint nem adja be viszont. És itt van egy spy. Hátulőnek. Basszus, tudtam, hogy ez lesz. Viszont már két embert csolázunk csak gerillával. Azért ez ugye eléggé szép szerintem. Itt van még egy soldier. Nem tudtuk megütni. Már azért ez nehéz is lett volna szerintem. Az se lesz meg. Igazából itt van még valaki. De megint elugrik. Kajmán egyfajta belugrónak van, amikor oda megyek. Na, jó van akkor. Jó, ez tényleg rohadt nehéz amúgy. Jól van, nem baj. Nem adjuk fel, mert azért elsőre ez is nagyon-nagyon szép szerintem. Na az viszont nagyon-nagyon jó volt. Sikerült... az mi a fene volt? Komolyan ott túléltem, azt keresztül mentem még a falon is, csak azért, hogy ne halljak meg.
Szóval azért elég jól tudom már néha itt kezelni a én kis ejtőernyőmet. Szóval kiengedem, behúzom minden. Nagyon-nagyon élvezem eddig. Az jó játék, hogy élvezel. Szóval még hogyha mondjuk tegyük fel azt is, hogy nem is vagy tökéletesen profi, de még így is tud élvezni. Ez hogy sikerült? Ez beadta Kripnek! Az valami eszméletlen volt tényleg. Azt hittem, hogy az már full nem lesz Krip, mert úgy éreztem, hogy leértem előtte, de úgy látszik nem. Mégis, nekem az csak jó, hogyha beadja. Szóval, hogyha mondjuk nem is vagy full profi, mert mondjuk párat hibázol, vagy ilyesmi, vagy akár egészen sokat is hibázol, meg lehet élvezni. És hát én mondjuk azért most ütök egy pár kritet, de nyilván így élvezem is. Most ilyennél jobb már nem is nagyon lehetne. Remélem, hogy egyébként is elvezítik a videót, és akkor ütli már főleg. Na, most pedig érkezünk ide. Körbe megyünk, és hogyha itt kijön, akkor lehet meg tudjuk ölni. Ne, túl hamar ütöttem, túl hamar ütöttem. Ne, ez azt túlélem, túlélem. De azért már no kriteltek volna, az figyel. Ez most mit csinált? Ha rajtam lett volna a csizmám, az arctaposom, és nem inkább az ejtőernyő, akkor mondjuk ez most meghalt volna. Az ejtőernyő eddig sokkal több ki lenne. Az igen! Az mekkora! Utolsó pillanatban nyomtam az ejtőernyőt, hogy sikerüljön még mielőtt leérkezek megölni. Tényleg ez mekkora taktika, mert itt végig le ejtőernyőzök így konkrétan, végig szörfülök a levegőbe. Ajaj. Hát még pont nem így gondoltam. De nem baj. Sikerülne kicsikét meggyorsítani ezt a folyamatot, akkor nem érnének utol. Jól van, nem is értek utol végül. Feltöltünk, az ott valószínűleg fog minket lőni, de nem fog átválni. Azért az úgy komoly volt. És most komolyan úgy nem kamuzok egyáltalán. A legutolsó videó óta egyszer játszottam, emlékeztek, azt fel is vettem. Már úgy értve, hogy akkor a... Tehát, hogy most volt egy videó pár napja, azelőtt pedig konkrétan pár hónapig egyet nem is TF-eztem, és mégis azért megy egy-két gerilla még. Pedig főleg nem gerilláztam, szóval azt meg még akkor sem nagyon, amikor még játszottam szerintem. Nagyon-nagyon régen gerillázhattam, és azért mégiscsak van egy csomó szerencse még ezzel. Jó. De jó, sikerült letompítani az esésemet, mert így gyorsabban érek oda, mint egy ejtőernyővel mennék. Viszont mégsem sebződök, úgyhogy ez tök jó. Nagyon-nagyon szeretem most ezt a kis játékot így. Így meg aztán főleg. Tényleg most így nem, ameddig égek, mondjuk most nem akarom, hogy elégek. Ha égek, akkor nem esek le a földre, és akkor egy helyben tudok így lebegni, és ez rohadtul hasznos. Ne fordulj meg! Köszönöm. Ezt tényleg nem akart megfordulni, vagy legalábbis megfordult, csak nem ölt meg. Nem is találtál. Nem is gyűjtött fel ez a tökéletes szó, de ezt akartam mondani. Na jó, van, azért 23-8-as tart, az úgy megvan, bár az annyira szinte nem kiemelkedő, de azért néhány kill az nagyon-nagyon kiemelkedő, úgyhogy ugye tényleg némék nagyon-nagyon jó volt szerintem. Hát, ó, neked egy puskád is van, jól van. Értelek. De szépen szinte most fejlődünk. Ott viszont volt valaki, hogyha jól láttam. Bizony. Szóval ezt mondta az előbb, hogy itt esel lefelé, benyomod és így végig lerepülsz, csak most megint elrontottam, de szerintem lehet egyébként ilyet lehetne csinálni. Fú, mekkora! Tudtam, hogy el fog mozdulni, és így sikerült még ott még megállni pont még jól. Most azon sikerül így ereszkedni. Bármikor meglátnék valakit, akkor azt meg tudnám így most ölni. És pont ilyenkor nem jön senki az égvilága még a közelembe se. És az is elmegy, aki eddig itt volt. Na jó van. Oké, itt van viszont, most ezt elkapjuk. Ne, lehet, hogy ne es rám. Köszönöm. Na, most viszont akkor megint vissza kéne szerintem jutni. Jól van, pont megvan a 200 HP. Itt egy pyro. Ajaj, elrontottam, és most beestem elé. Viszont ez egy hasznos dolog tud lenni. Mert én most idejövök, és itt elkezdek lebegni. És nem adta be a fenébe. Hát ez most így nem jött össze sajnos, de nem baj, mert egyesével szedem le akkor őket. Végül is az se rossz. Ne, hagyd békén. Én nem nókritelek, akkor légy szíves, inkább te se. Mondjuk nyilván, hogyha túl akar élni, akkor inkább, mint hogy ő halljon meg úgy, inkább megölj, de nem baj. Végül is nem lett bele probléma. És nem lett meg a krit, ajaj. Valószínűleg ott neki mentem a falnak, úgyhogy azért nem lett meg, de ez van. Pont jön neki. És tényleg pont kijött! Azt a rohadt! Ez azért tényleg nagyon-nagyon nagy szerencse kell. Ez tényleg nagyon nagy szerencse kell, úgyhogy ez rohadt nagy volt. Igen, tehát nagyon-nagyon fán tényleg, imádom ezt a játékot így most. Egyébként tényleg most eszembe jutott hirtelen az aztán szép magyar szó. Eszembe jutott így hirtelen, hogy terveztem még egy másik fajta játékos videót, illetve még annak a játéknak egy új részről is videót, úgyhogy lehet, hogy még most felveszem azt is, és akkor azt is, hogy majd beütemezem szerintem. De még nem biztos. Szóval, itt van egy kis Soldier.
Ezt pont elugrott, pedig az mekkora kill lett volna. Utolsó pillanatban azt tudja, hogy hol van és meghalt volna. Hát ha valaki megint pont kijön? Nem. Ott már megint a scout. Még kivehetett volna. Ne. Semmi baj. Nem akarok bajt. Vagy mégis? Semmi. Ó. Hol van? Bár jönnek itt, azt hiszem utánam, de nem baj. A scout mellé lőtt, úgyhogy... Na nézzük itt az 1v1-et. Jó, nekem igazából itt a HP kéne innen főleg. Azt hittem, hogy le fog nokritálni, komolyan mondom. És itt a HP, és itt a HP, és nem megyek is tovább. Hogy jön pont valaki. És pont rásek, ekkora szar. És viszont még így is meglett a krit. Ekkora már, ez viszont nagyon nagy volt. Ne. Ó, és backstabber ráadásul. Az viszont most szép volt tényleg. Az szép volt. Na, oké. Mindenesetre azt hiszem, hogy kicsit lassan vége lesz ennek a videónak. És 15 perc már megy, és szerintem nagyon-nagyon sok minden történt, nagyon-nagyon élvezetes volt, gyönyörű, nagyon nagy. Úgyhogy szerintem nagyon-nagyon sok minden történt, nagyon-nagyon sokáig történt, szóval azért 15 perc szerintem elég. Úgyhogy szerintem már így elég is nagyjából. És már megint backstabbel, az viszont tényleg szép volt. Ahhoz grat, és lehet egyébként, hogy pont magyar, mert Molnár Balázs ritkán szokott lenni ilyen. Nem is tudom milyen nyelvben, mondjuk akármilyen nyelvben, szóval ez nem azt nem szoroz. Uff! Gyönyörű! Ez mekkora csapda volt. És az is még megvan, bár szerintem... Hát az, hogy haláli volt, vagy nokrit, szóval... Bár egy nokrit biztosan lehet, hogy haláli ráadásul. Ne. Nagyon srácok, én szerintem azt mondom, hogy ennyi lett volna akkor a mai videó. Remélem élveztétek. Saját magát ölte meg konkrétan a pályára az, hogy felgyújtott. Úgyhogy tényleg köszönöm a figyelmeteket. Jelezzétek egy like, hogy szeretnétek még ilyen videót. Úgyhogy ez lett van mára. Sziasztok!